Szeretettel köszöntök mindenkit. Ha egyes egyszerűen vagyunk, akkor elkezdhetjük. Napi rend előtt egy pár dolgot Halályi Gyulával itt összesúgtunk, ilyen terveink a terveink, hát aztán nagyon régen meg kell csinálni, hogy a gázműveket megkeresni, meg a iskolában a 260 ezer forint rendelkezésre díjat számlának minden jön a fal. És ez azért van, mert egy barmilyen óra van költsége, és ez a nagy órának ez egy járulékos költsége. De az is iskolában, meg a rólával, ugye ez közös óra, elég lenne egy kisebb is. Már augusztusban léptünk, a világon, hogy volt, hogy lenne ismerőse, de a sértünk. Most azt beszéltük ki, hogy tudnánk kerül keríteni, megígérte, hogy ebből sürgősen valamilyen lépés, de sajnos nem, eddig még nem fogunk sikerült, hát rajta vagyunk a témán. Jó, akkor pár dolog erről a beruházásról, ami itt most hallható ez a kopácsolás. Hát igen, most megvannak közben már a műszaki előnyi szerződések, tehát ma is volt én a műszaki előnyi, én magam részéről legfeljebb személye vagyok, és a műszaki előnyi keresztül próbálok ugye instrukciókat adni. Gyula látta a dolgot, volt a fogásai jogosú fogásai voltak, és tegyük hozzá, mert a helyet üveget szolgosolták. Én tisztában vagyok vele, hogy na mindenki tudja, hogy ez ugye kívülről történik. Normálisan úgy kellett mondani az ajójét, hogy ugye belülre veszik a kambériát, beveszik a fóliát, éppen újra lefóliázzák, akkor utána már csak buszkartot lehetett volna visszatekni, hogy rendészeti okokból, és akkor ugye a szigetelést onnan oldják a nyilván is. Ez ugye egy problém oldás, nyilván ez ilyen 100%-os megoldás, de azt merem mondani, mindenki jöjjön be a szobámba, hát határozott a 3-4-5 fokkal több a hőmérséklet, mint amennyi volt, hogy kell idővel, hogy elmegyünk a épület más részeire. Tehát kifejezetten használt. Hát ez a nagyon most a szigetelés, meg a tetőre bele lehet 20-20, hogy használt. Mi a műszaki előnök megnézték, a gyulalapárazáró fóliákat reklamálta valóban, ez most már innentől a jó párazáróban kívül, párazáró és vízátbocsátó fólia, és a lambéri alatt pedig jó minőségben benne van a fólia, a igaz mezőgazdaság ide benne van, de nincs baj. Tehát nincs olyan, megnézték a műszaki előnök, tehát nagyon az nem lett kivéve. Úgy gondolom, hogy ugye ez alá lett húzva a fogópárok alá is, hogyha kivágtuk volna, akkor csak a fogópárok közé így be lehetett volna hagyni. Tehát ez mindenképpen egy jobb megoldás, mint az volt. Át lett nézve, mindenütt nem volt a fal kihúzva, műszaki előnök Gyuláit megnézték, kitaláltak egy megoldást, egy ragasztószalaggal, oda ragasztották a falhoz ezeket ezt a fóliát. Ilyen ekkor a kis lézagok voltak, ami nem volt egészen letakarva. Hát halad a munka, tulajdonképpen megkértük már a pénzt is. Ha a közbeszerzésünket jól találják, akkor az egész összeget be lehet kérni. Tehát magyarul egész kivitelezési összeget le lehet kérni, tehát még előre számla sem kell hozzá. Ma beszéltem velünk, folyik a beemelőzése a közbeszerzéseknek, tehát 350 darab van nekik, és azt mondja, hogy hát csinálják. Nem tudom, mikor lesz belőle pénz, de hát szerencsére az időjárás engedi, hogy haladjunk. Remélem, hogy szerintem egy olyan 2 év múlva részen leszünk. Az ablakok kutyártása folyamatosan azért néznek ki ezek a díj most, mert ugye csak amikor az ablakokat beteszünk, belülről fogják betenni, akkor tudják hozzáalakítani ezt. Az ablakok kikerülnek a hőszigetelésnek a síkjára, Fegyülának az ötlete volt, tehát mindenkinek belül kiteszik, itt belül egy jóval nagyobb kávé, és így akkor a hőzárást azt sokkal könnyebb megoldani, mert akkor nincs itt egy ilyen hőhída. Ablakok azok sokkal egyszerűbbek lesznek, mert nem lesz ez a posztát bennük, és a felső az fix része lesz, csak arra fog mondani. Nem azt mondom, valakinek valami ötlet kapcsolatban. Azt szeretném megkérdezni, hogy megmérték-e a nyílásokat egyenként? Meg. Jó, még van, mert nem a kettőség ablaknál ott ilyen van. Igen. Volt ilyen van. Igen, mert az ablakgyártó az most volt így, az meg kész árulat minősült, aztán sajnos valóban volt ilyen majdnem, hogy a kerületi tervet kopintották, ami házról volt, és abban sajnos 20-20 rövidebb ablak volt berajzolva, mint ami valóságban volt.
Most pont a tervekkel kapcsolatban, hogy a kivitelező tervek alapján vagyok? Tehát nincs tervező? Volt tervező, mert a tervező megcsinálta a hőtechnikai szabványokat, vannak kalaprajzok, amiket átvett, ilyenek vannak. De tulajdonképpen a helyet előzőkat... Műszakjelentő hivatkozhat arra, hogy nincsenek tervek, akkor ilyen anomáliát, mint a Gyula is észlelt, akkor a... A hírás tervben volt, tehát a hírásban jól volt hírva. Tehát nem vagy úgy ott. Köcsövet is hírás van, de nem volt a hírva. Viszont a kivitelezőnek kell nagyobb szemmel nézegetni a tervet, vagy a műszaki ellenőrnek kell nagyobb szemmel nézegetni a kivitelezőket, hogyha ilyen van. Mert végül is nem a kinyolat maga észre, hogy örülök, hogy észre lesz. Nem. A műszaki tartalom, tehát ez a műszaki tartalom, ami alapján végzik a kivitelezést, illetve a pályázat kihirdetés, eredményhirdetés, minden megtörtént. A műszaki tartalom az rendben van, csak itt a kezdet kezdetén nem, tényleg nem csinálták meg ezeket a dolgokat, tehát ennyi történt. Nem vették komolyan a belső, a külső fóliával kapcsolatosan volt kifogás, mert nem pár alán keresztül fóliát raktak be először. Itt az iroda fölött még az van, aztán remélem azt ki fogják cserélni, arra, ami már a többi részen van. És akkor ezt megkifogásod, még rögtön itt az elején, tehát az már módosításra került, tehát az épület többi részében olyan külső fólia kerül föl, ami átereszti a párat, viszont a csapadékvizet nem engedi be. A hőszigetelés kitöltése az végül is megtörténik 30 cm vastagságban. Az ellen a műszaki tartalom sem tudott, tehát a műszaki tartalom kialakításánál se tudtak jobb megoldást, mint az, hogy meg vannak fejelve a jelenleg meglévő szarokfák. Tehát gyakorlatilag egy dupla tető, dupla ásszerkezet készül. Ott egyetlen egy probléma van csak, de ez ellen igazán nem lehetett tenni, csak egy egészen más megoldás, hogy így a szarokfák az egyúttal hőhídat képeznek. Tehát ez a 30 cm vastag szarufa. De az már nagyon megbonyolította volna a dolgot, hogyha ezt ki akarjuk zárni. És a belső párazáró fóliáknak a hiányossága volt, ami pótlásra került, tehát azokon a részeken, ahol nem mindenhol volt benne ez a párazáró fólia, és ez mondjuk ez egy veszélyes játék. Tehát annak fontos, hogy az jó legyen megcsinálva, akkor ezek szerint egyszer előzni. És akkor ezt meg kifogásoltam, meg nem csak én, hanem akkor a főmérnök asszony, meg a főépítész, és hogy végig néztem a házat. Jó, őket miért mondom, mert ez viszont jelenő vállalja a felelősséget, de nincsenek tervek elhárítani, köszönöm én is, hogy nem figyelj. Nem tud, tehát tulajdonképpen a műszaki tartalom megfogalmazása megvan. Most olyan jellegű részlettervek nem készültek, hogy most éppen pontosan, hogy van egy ESZ-nek a megoldása. De nem részletekben alakozik, tehát... Igen, de nem biztos, hogy ez most... De találtatok rá megoldást, csak az a lényeg, hogy figyeljünk oda. De itt a tervező és a műszaki ellenőr végülis egymásnak lett ebben a szempontból ereszteni, hogy ez működik. Köszönöm. A múzeum is el fog kezdődni hamarosan, az ide egy óvatosabb és egyszerű feladat. Tehát ott nincs kettőpontás megírni, hogy csak a padlásra fog bekerülni, ha szigetel is lehet. És nagyon jó lesz. De ott azt hiszem, hogy a kőzegyagot van kérdezni. Igen, hát ezzel most vitatkoznak. Ezt is én rájuk biztam, nem fog beleavatkozni. Ma tudom, hogy egyeztetett a kivitelezőn és a műszaki ellenőr meg a tervező, úgyhogy szerintem folyamatban van, hogy mi lesz ezzel. Jelentileg igen. A falra. De most valamit tett magyarul, ugye a kivitelező azt mondta, hogy ez a zsori mennyiség, ami rá volt írva, ez ebből az összegből nem jön ki. Most ugye vitatkozom, hogy is úgy szemben volt írva, hogy akkor most mi legyen. De én nem tudom. Én Isten bizony nem fogok előbb beleszólni, őt nem fogja dönteni. Hát annyi modell kéne szólni, hogy én is valamilyen szinten így lett megnyert.
akkor ott le van fektetve a műszaki tartalomként. Az a baj, hogy ő lenyilatkozta a tenderbontásnál, hogy a 10 centit nem fogja tudni, és a 20 centit a vízolító nem fogja tudni átvenni ebben a zárban. Sajnos ezt lenyilatkozta, úgyhogy eljött. Jó, várépítő pályázat. Ugye hát tudtam, hogy ebből problémák lesznek, ugye eljutottunk itt a december 15 környékére, itt a Gyulának szintén a segítségét kértem, egy anyagot nyertünk a Szortvillára, és kéne egy kihívás arra, hogy milyen anyagot hozzunk el december 15-ig a kihívás lesznek. Mert én most úgy tűnik, hogy az ember, aki én szeretem a kapcsolatban, nem tudom, hogy az ember, szóval majd próbálhat vele, mert nem tudom, hogy az ember tudni. Ha megvesz, akkor elhozzuk az anyagokat, hát azt hozni csak tavasszal ezt beépítve most már. Terasznak a újrabukkolása, meg négy csatorna. Jó. Ja, még egy, amit nagyon megkértek rá a Dalgó Mini, hogy mondjam el, hogy a ő ötlete volt ez a, hogy a németek vigyenek magukkal konzultált befőtteket, meg amit adtuk. Tehát ez egy lényeges dolog, tehát elmondom, hogy az ő ötlete volt. És azt is hozzáteszem, hogy sajnos megvalósítani nekem kellett. Itt az a probléma, ezt tudom, én vagyok megszólítva ebben a dologban. Miután itt erről beszéltünk, akkor az volt, hogy hát most nyilván nem lesz 12, vagy nem tudom, annyian jönnek a németek, annyiszor körte, annyi körte befőtt, annyi lekvá, annyi baracklekvá, annyi nem tudom micsoda, és akkor Én javasoltam azt, hogy legyen egy nagy kosár, amiben belerakjuk az összes befőttet, és ami lesz, és még elosztják a németek, hazamentek. Most én úgy hallottam, hogy ezt a Dalkóni Marika szokon vette, hogy én állítólag, én kisajátítottam ezt az ötletet, bár nem szerettem volna, tehát nem vagyok erre a dologra rászorulva, hogy ez azért nem az enyém legyen. De most erre most nem tudok mit mondani, és nagyon szépen köszönöm, hogy ez van. Most nem követem, hát ugorjunk. Oké. Megjött a újabb fa ültetési kampányra a felhívás, tehát hogy egy újszülöttnek egy fa. Köszönöm szépen a Jézsi Móra felhívást, a megrendelést is, hogy nem ugyanúgy tavasszal lesz. Most ilyet kérdünk? Kocsányos tölgyek. Jó. Akkor minden viszont mindenki gondolkodja, hogy hova, mert a Duna Park szóval nem tudom, hogy oda lehetett ide, szóval 35 fát kértünk. Hát 35 csecsemőt jeleztek a védőnök, 35-öt kértünk, nem kértünk többet, hiszen még van a küldésből is 10 csemete nálam vannak beiskolázva, hogy jövő tavasszal azokat is esetleg fapótlásnak, vagy bármi másnak el tudjuk ültetni. Úgyhogy az azt jelenti, hogy elvileg 45 facsemetjeink lesz tavasszal. Igen, így előbb köszönöm. Valószínűleg a Vilokról talán esetleg tudja követni, hogy mely tájon várom gyerekeket, mert a déli rész a szennyvíztelettől egészen a határcsákáig, ugye ott van egy ilyen átkéri erdőrész, ahol volt még nőszemélyek és egyébként időnként viszonytató írtást rendelnek, különös tekintettel Kovács Kristófra és az ő 12 kilágot pályára is. Ugye azt kéne megnézni esetleg a Veronikának, hogy nincsenek olyan helyszínek, ahol a kívánkozik, meg kipusztul, kivágták, és hogyha ott vannak gyermekek, akkor talán jobban gondozza az a család, aki arra a feltájra esik, sok napig, mint hogy itt lakom és ott van a gondozandó fám a csecsemőm mellett. Gyere esetleg lehetne figyelni, hogyha oda van szükség ültetni, akkor gyereket is keresünk hozzá. Egy mondatot reagálnék, aki a fakivágásokkal, pótlásokkal meg van bízva új szakértője, ő ezt a megbízást is kapta, hogy nézzen, keresen a helyeket, ahol és azt is mondja meg lehet, hogy milyen fajta jó fákat lehet ültetni, és keresen a nagyobb üres felületeket, ahol nagyon mennyiségben lehet fákat ültetni. Jó, mert főleg fűzetni ad, hiszen a rövid élet ideje nyerű, és ha kipusztul, most nem nagyon tudjuk másra használni. Fákra visszatérve,
hatásos volt tulajdonképpen ez a megváltásunk, hogy bevelkődik. Most nem készültem, de nem is kevés. Tehát a videó, hogy kellünk, és helyett megváltatjuk a cselekéket. Köszönöm a pencingi vendéglátásért is, aki ebben részt vett, bár a műsor megköszönte a külsősöknek, de ott hívjuk van, akkor mindenki a Gyulának is, Pepet neked is, hogy részt vettetek ebbe. Jól sikerült, nagyon lelkes e-mailt kaptam tőlük, tehát tényleg maximálisan már állítólag elhangzott, hogy nem tudják ezt, hogy ugye volt kintek majd honorálni nekünk, úgyhogy nagyon jól sikerült neki, tehát ők is úgy nevezték, hogy jól sikerült, nagyon szép az a programot kapta. Krumpli akció, ugye 30-án lejár a határidő, jöttek, még nem rendeltük meg, mert körülbelül arra lehet számítani, hogy a 30-án meg lesz az összesítés, akkor november közepén lesz az osztás. De úgyis, mint tavaly, mindenki kapott egy értesítést, csak majd így eljönnek átvenni. Kerékpár utak, ugye Euróvelő 6-os, ugye mi aláírunk egy nyilatkozatot a jelen alkülisítek kerül, erre jött egy válasz. Hát nehéz értelmezni, de körülbelül azt lehet levenni belőle, hogy nagyon nem számíthatunk pénzre. Tehát ez a vandrás is utána a balatoni akarják inkább, azt akarják előtérbe helyezni. Mondták, hogy leírják, hogy vannak tervek, és hát számítanak a segítségükre. Tehát ez azt jelenti, hogy majd az új oldalon jön el, hogy nem számolt el a tehát hát nem tudom, hogy hát nekem körülbelül ennyi valakinek, valami nem biztos elfelejtettem valamit. A cégünkhöz visszatérve, tehát ez a közlekedési koordinációs központ, aki a terveket csinálja, onnan volt egy osztályvezető, akivel beszéltem, és ő is azt mondta, hogy a terveket megcsinálták, de mert a DECO nem fog pénzt kapni, tehát a Közép-Magyarország nem kap pénzt, ezért sokkal valószínűbb, hogy a Balaton itt kezdik el, mert a terveket is megvannak. És itt úgy számolnak, hogy nem lesz egy híd se, hanem csak a jobb oldalon fog végigmenni a biciklit, mert egyharmadan megdobná az árakat a két kerékpáros híd. És azt mondta, hogy ez a Szentendrei és Kisorosz híd, de Lejtonnál nem is számoltak, tehát ott semmilyen szinten nem gondolkodtak, vagy gondolkodtak, de igazából esélytelen ott hídépítés. Úgyhogy mi hívunk az valószínűleg, ha bármilyen körülbelül legeslegebb borsultnál fog következni, tehát egyelőre nem kell akkor izgulni a helytelieknek, hogy csúnya lesz a biciklis híd, mert hogy sajnos nem néz ki. Ez az egyik. A másik a Vörös Kereszt megköszönte a véradást. Ugye a korábbi alkalmakkor nem 5-6 ember volt, és most pedig a két óra 35-ben jelentkeztek, és több mint 20 ember tudott véradni, tehát nagyon-nagyon érettek voltak, és köszönték szépen, és mondták, hogy most nagyon példásan kiáltványi tudó a véradás kapcsán is. Illetve még az Ortodox Fabrika ünnepséges, csak egy érzőkönyves egyetlen, majd nagyon szép emlékkövet adtunk, amit köszönjük a Gyulának közbenjárását, a technikai megoldást. Egy elegáns emlékkővel lett az a Lájfodó, talán egy napat sétányon, és akkor mostantól az a középső része Vigó István sétány nevet viseli. És említsük meg Regéczi Nagy László nevét, ugye abszolút aktuális volt, tehát a Vigó István, Görönc Árpád és a Regéczi Nagy László hármas kértek közül itt volt még a köztünk is, az nagyon nagy dolog, hogy rendszeresen kiáll hozzánk 90 évesen távozhat, hogy később ez egy történelmi dolog lesz, hogy ilyen sokszor nálam volt ez a személy. Úgyhogy köszönjük neki is, és mindenkinek egy részt vett ebben a ünnepségben. Köszönöm szépen. Igen, tényleg kihagytam, meg nagyon köszönjük a Gyulának, ez a kő egy pont olyan, mint amit én elképzeltem. Szerintem ez tökéletes, tehát ennél a felvére teljesen jó. És a színe is, hát ez szerintem eltalált, és tulajdonképpen nagyon baráti áron volt. Én szeretném is ismételtem meg Csonyi Polgármester úrnak, hogy intézkedjen a Kempény utcai rácsok miatt. Ott minden héten baleset van, amikor mentőre viszik el az ürgéket, mert elesnek a biciklivel, és tényleg a 3-4 hétvége után mindig vagy mentő, vagy ügyeletnek kellett jönni, mert belemennek a rácsba, meg az autók is le volt tele a forgalom a baleset miatt. Olyan erővel mennek rá olyan rácsra, hogy ez így felcsapódik. Ott álltam két órán keresztül integetlen, hogy lassan mennek, de hát ezek mennek, mint az őrültek. És így felcsapódik a rácsa, hogy elmennek. A Béla megint érte, hogy a pótlás ezen nem segít, hogy a héten becsinálja.
Hát én 50-szer szóltam neki, a héten ad pont, lássuk meg, hogy ezt nem lesz, de ezek szerint ez kevés. Valamit ott ki kell találni, belemennek a kerékkel pont a rácsba, és felbuknak, egyszerűen felbuknak. Kerékpárosok, kerékpárosok. Annyira mozog benne? Nem, nagy a nézem, és belemegy a kerék, és akkor megbukik. Jó. De ez több fejű probléma egyébként, nem csak nálam. Jó. Ezért kell feldén menni rá. Két hete nyíltöréssel vigyék el az ügyét. A kérdése. Mi nem tudsz ígézni az ilyen, amit nem? Kerékpárosnál van a szó, megkérdezném, hogy a szeméttel történik ott valami? Láttam, hogy valami turkán. Igen, igen, igen. Megígértek, hogy ha kicsit ugye jobb idő lesz, akkor péntek éget is nem szüntettük meg, úgyhogy akkor a karjúra fogják égetni, és akkor el lesz. Köszönjük szépen. Jó, szóltam volna egy cég. Ezt fontos kérdezhető, hogy pénteken te lehet, hogy igen. Igen, de csak pénteken. Csak a pénteken. Jó, ezt kérdezték, köszönöm. Pénteken te tüzelőnök van tovább. Jó. Nekem még egy, hát ez nem tudom, mit csinálják, ez most érkezett, nem végtem. Tehát ez a múlt héten jártam el az ember. Ugye mi megfizetünk ezt a 1 forinthoz 1 forint útépítési akciót. Kollega hozott is szép árajánlatot, meg minden, de alig-alig laknak azon a környéken, mert egyébként 2-4-5 darab kb. 20 ember meg, és hát ennek bizony az ára, hogy konkrétat építenek, ez vagy másfél, egy 1,9 millió. Úgyhogy ők vállalnák a felét, de én egyszerűen nem tudom, hogy mit csinálnak, mert valóképpen az ígéretünket teljesíteni kéne, ez egy komolyan megtervezett és kivitelezett út lenne, betonból. Ez ugye hát a periféria, a Szitakötő utca, ami már Szentendéhez tartozik, attól lefele épült ott egy pár ház, meg vannak egy ott. Ez a Kálmári útnak a folytatása. Kálmári út, igen, föltől. Annak a folytatása. És hát ott ilyen. De járaton csak a 4-5 ház, aki eljárt meg egy. Nem tudom, csak várjunk ilyen válaszomat. A költséget is most lehetőség benne mutat, nem igazán építettük. Magyarul ugye én abban várnék állásfoglalást, mert ő még mondta meg, hogy ez szerintem sok, hogy valamit mondtok, hogy ő mit tudom én, mennyit tudnak ebből vállalni. Igen. Szóval ez az egész kérdezett hibája ennek a rendeletünknek, hogy nem tesz különbséget hasznosság szempontjából. Azt mondja, hogy ha bármelyik utat megépítik, félig, tehát megépítik, felét tudsz egyik felé tőlből, hogyha kettel akar benne, akkor is. És akkor egyik nézze meg lehet, hogy máshol sok több ember tudnánk ott tenni. Tehát, hogy egy lehető rendeletet kéne olyan módosítást belerakni, hogy megvizsgálja testület a hasznosság kérdését, hogy hány ember számára jelent ezt hasznot. Mert ez tényleg sok 5 embernek jó, de egy pénzből lehet, hogy meg 10 ember tudás segíteni, hogy 15-en. Úgyhogy ezt át kéne gondolni. Nem tudom, de ha már van egy rendeletünk, akkor is lehet ezt módosítani, vagy pedig most már? Hát most én a Parinak mondtam, hogy ezt mindenképpen a bizottság, hogy a testületében fog kérdezni. És hát most a nem téma és napjelent előtt vagyunk, de hogy ilyen hallgatólagos támogatás, hogyha azt mondom neki, hogy 600 forintra hozzájárul, hogy esetleg és akkor majd ne kell egy kicsit masszírozni. Én 500-at mondtam volna, és ez nettó vagy bruttó el? Ez nem bruttó. Bruttó. Mert akkor ugye 900 ezer, ugye 1 millió 800, 900 ezer lenne a fele, és akkor jön több 500-600 ezer esetleg, amivel mi hozzá tudnánk, úgy hozzá tudják el többit tenni. Mert akkor mégiscsak a nagyobb részt őt vállalják. És viszont az útépítésre, a költségvetésbe van elkülönítve pénz. Nem használtunk bele szigetlen úgy. És ez nem egy akkora nagy összeg, és mégis 5 családnak lenne, vagy nem tudom, hány családok mondtál, János? Ott van ott 51-2. 5 családoknak lenne. 5 millió lesz. 200 millió. Igen. Én csatlakoznék az olyan képviselőhoz abban, hogy a jövőben mindenképpen mérlegeljük ezt. Nem tudom ennek a jogi háttere, hogy van, mert emlékeztek, hogy egy ilyen... Igen, szóval, hogy diszkrimináljuk azt a területet, ahol kevesebben laknak, de ugyanúgy jók van hazamenni. Ezt kéne mérlegelni, meg ennek a jogi formáját megtalálni.
de ebben mindenkinek igaza van, be van állítva az utakat, ha a lakosság segítségével útszakaszokat tudunk felújítani vagy megépíteni, mindenképpen hasznunkra válik. Egyébként az önkormányzatnak magának erre 100%-ban úgy sincs forrása. Tehát mérlegelni lehet, de én azt mondanám, hogy ne hiteltelenítsük el ezt, hogy egy kosa egyet. Pontosan. Köszönöm a szót, én például nem a véleménye vagyok. Gondoljátok el, hogy kettő, vagy három, vagy négy, vagy maximum öt emberről van szó, aki ezt nagy összeget fizeti. Tehát, hogy ő nagyon-nagyon kifizeti ezt a nagy összeget. Én azt mondom, hogy sajnos ennek vállalni kell ezt a problémát, hogy az 50%-ot kell fizessük, mert az önkormányzatnak tartani kell a szabályt. Kettő, azt azért azt kérhetjük még igazfolytással, hogy próbáljuk meg egy másodra a rendtől beszélni. Nem azért, hogy több legyen, csak hogy nézzük meg, hogy hát, ha lehet-e kevesebb. Tehát, hogy ha ezt így megfogalmazok, az önkormányzat álljon meg a felét, hogy a képviselőtestet megszavazza. De jó lenne, hogyha lenne egy másik fajta, ami nem utolvásárlani, vagy egy másik fajta árajánlat, hogyha egy belefér, akkor ezt mélyen megköszönjük esetleg ez. Ez olcsóbb lenne a számukra, és arra is mondom, hogy ezt ki kell fizetni. Mindenki, aki ezt mondja, hogy ezt kérdezik. Köszönöm a szót. Jó. Oké, akkor kérem kérni másik elnöket, akkor örülök, hogy ezt megerősítettétek, hát nem ideges vagyok, hogy ilyen felelni. Majd még próbáljuk volna voltani, hogy sok. Annyit kellene egyébként ezzel, most tényleg csak egy pillanatra néztem bele, nagyon megírt költségvetésről beszélünk most. Ezzel kapcsolatosan az egy averzió van ebben a helyzetben, hogy és akkor most ezt kiellenőrzi. Tehát most ennek a kivitelezését ki fogják tenni, kiellenőrzi le, mert akkor ezt végülis, ha tulajdonképpen ehhez adjuk a felek durván 1 millió forintot, mert majdnem 2 millió hoppanásra, akkor annak a műszaki tartalmát azt el is kell fogadjuk. Tehát csak úgy adhatjuk mellé a nevünket, meg azt a plusz 1 milliót, hogyha tudjuk, hogy azzal a szegélyezéssel, azzal a tömörítéssel, mert 14-től 20-valány centiméteres aláhajzatozástól kezdve minden nagyon profi módon így első nekifutásra megírt út ajánlat, viszont mondjuk én nem nagyon értek az útépítéshez, de elég kompletnek tűnik, úgyhogy én szerintem ezt a részét mindenféleképpen valamilyen módon kontrollálni kellene. Az átidalmú megoldás az lehet ebben az 1 plusz 1 forintos dologban, hogy úgyhogy ha ezen változtatni akarunk, akkor úgy változtassunk, hogy határozzunk mi egy műszaki tartalmat meg, hogy mi mit adunk egy útépítéshez. Tehát most lehet itt szuperaszfalt strádát építeni, hogyha valaki úgy állnak ez a dologhoz hozzá, de abban az Andrásnak igaza van, hogy nem föltétlen biztos, hogy nekünk ilyen minőséget föltétlenül meg kell finanszírozni, még akár az 50%-át is. Tehát lehet, hogy most én nem tudom nyilvánvalóan egy úttervezővel, mert én nem vagyok, nem értek ehhez annyira, de egy úttervezővel érdemes lenne ebbe a dologba leülni, hogy nézzük meg, hogy mi az a, hogy mit. Tehát, hogy az azért lenne jó, mert hogyha egy kisebb igényű útépítés van, tehát ami nem ilyen hajde fantasztikusan megírt műszaki tartalmú, akkor lehet, hogy ott jobban tudnánk segíteni. Tehát könnyen elképzelhető, hogy egy szegélyezés és murvával megszólt, vagy illetve buzalékkal, még ha több rétegben megcsináltunk is, tudhat annyit, mint ez. Tehát ezen el kéne ebben a szempontból gondolkodni, nem tudom. Mindenféleképpen kéne egy utas. Egy úttervező kollégával meg kell nézetni, és ráadásul még egy van, azonnal, tehát ebben csak úgy menjünk bele, hogy ennek ehhez mi adjuk, vagy ők adják a műszaki ellenőrt, vagy ők nem, de műszaki ellenőr legyen, tehát legyen ellenőrizve, hogy akkor hogy van kivitelezve. Bocsánat, és még egy szó. Egy dolgot mindenképpen figyelmen kívül nem szabad hagyni, különös tekintettel a
helyszínre, a felszíni vitellenepés kérdését. Tehát akármilyen minőségű utat építünk meg ott, ezt semmiképpen nem szabad kifelejteni belőle. Olyan helyre állítanak, hogy ezért is ott folytatni, ki tudja hova, most is úgy lesz. De ugye a Vadrózsa, mert azt hiszem, hogy a Vadrózsánál van, nem? Nem, azért messze van sokkal, tehát a Vadrózsa migrei sokat kell menni ott a hegyoldalon. De pontosan ez az a rész, ami grosszom módon csúszás veszélyes, tehát külön. Nem tudja hova vezetni egyébként. Eddig is ott fogy, tehát sajnos ez a, az a rész, de megint ott nincsen főle ilyesmi. Jó. Hát akkor... Először nézzem el a lukasunk. Megnézzük, hogy a tavasunkra fogadjuk. Jó, hogy ez így kiptató. Megkupolt, akkor valamit még aki lenne. Ha nincs, akkor itt van ugye a programunk. Köszönöm. És akkor azt lehetne, hogy a tündérkek oldalának sajnos nem csak ez a munkatert jó ágyas, hanem egy beszámolót is fog csinálni az oldalvezető helyettes asszony. És akkor ezt akkor előre vennénk és kiegészítenünk, pedig külön napi rendben? Pedig külön napi rendben. Jó, akkor fölvetetjük őt tájékoztatásra, hát azt most, hogy fogalmazunk a gyereknek a megszokéséből, ami legyen. Ha nem van nevet, akkor nem kell zárban, tehát hogy csak az események el van. Nem tudom. Név nélkül. Nem tudom. De nem kellene zárni. De ahogy gondoljátok, én természetesen én mert lesz zártulésünk, vagy csak a neve van a gyereknek, akkor zártulésünk van erre gyereknek. Mert ezt tudjuk, hogy van, csak hogy elhangzik a neve, ezt ugye jegyző asszony. Jó, de meg tudjuk névnek a szabát zárni, természetesen zárt. Jó, és akkor nem kell várni a... Természetesen zárt névnél is. Világos értjük, és nem kell így... Ezt nekem név nélkül megbeszélni. Név nélkül, és mindjárt jösszön lehet, és nem kell két órát, hogy megválni ott. Jó, és akkor előre vennénk, és akkor fölvennénk. Akkor az egyes napi nem lenne a munkaterv, és akkor a kettes pedig lenne a beszámoló erről a különleges eseményről. Gyerekszülés az a vigyor, hogy mi van? Különleges esemény, az obodát. Rendkívülés. Vagy rendkívülés. De jó. De jó. Nem. Ezt én vegyem. Jó. Nem akar előre maradni, vagy akar, csak a végén lesz a tárt. Akkor abban maradunk, hogy akkor ezt még van tárgyaljuk. És akkor a többi az pedig változatlan lenne, ha valakinek nincs még valami. Valaki nem lesz a tárgyaljuk. Jó. Akkor... Azért ilyenek van. Jó, hát akkor a Fügrékek óvodának a munkatervének a jóvágyása. Új az óvodával foglalkozunk mostanában. És hát most kell adni ezen kívül még, hogy már ugye SMS-t alkottuk, hogy én munkatervet, mindenfélét, most még ezt is el kellene fogadni. Hát szerintem a bizottság látta ezt, Elfogadásra javasolja. 2015-2016 évi munkatervényi tartalmat megismerte, és félre határozottan a bíró válja. Ezzel egyébként az nélkül. Köszönöm. A második napire, ugye, egy kapatjuk. Hát nem tudom, átadom a szót rögtön, akkor ahol előtt a szóra kell. Szerintem a helyettes. Szóval vezető helyettes. Helyettes. Igen, hát igazából nem tudom, hogy milyen mélységében jött, de miben tudom tájékoztatni a polgármesteret és a képviselőtestületet. Az ügy jelenlegi szakaszában rendőrségi vizsgálat folyik, és tehát ezért nem tudom, hogy most milyen ügy nem volt, tehát ezért nem tudom, hogy
milyen formában, őszintén megmondom, nincs ebben gyakorlatom, hál' Istennek, tehát, hogy milyen formában le tudjam önöket tájékoztatni, mivel lehetőséggel járás vagy kettem, mi az, amit mondhatok, mi az, amiben. A jegyzőkönyvet átköltük. Elmondhatja nyugodtan az eseményeket. Akkor azt gondolom, hogy a jegyzőkönyv is így készült egyébként, amit átköltünk, hogy a véletlen folytán én voltam úgymond az egész dolognak az elején ott. A gyermek, tudva nevén az óvodavezető helyettes vagyok, nekem saját csoportom is van, nem az én csoportomban történt ez az eset. De a teljes véletlen folytán az első házdokokban én valami szinten jelen voltam. Tehát a saját csoportomat elérhettük a kolléganőmmel, amikor benyitott hozzánk egy szolgálati ruhában, tehát egy rendőr, és beszólt így az ajtót, így, hogy tudnék-e neki segíteni. Egy pillanat alatt azt gondoltam, mivel előző nap rendőrnap volt az óvodában, hogy valószínűleg elhozta a kifestőket a gyerekeknek, amit előző nap nem tudtak, tehát álmomban nem volt, és mondtam neki, hogy persze, hogy nem, én be tudnék segíteni. Akkor mondtam, hogy találtak egy gyereket a 11-es főút mellett, és hát a gyerek nagyon sír, és hát nem igazán elég kicsinek ítéli meg, úgy gondolja, hogy lehet, hogy ez egy gyermek bölcsödés, tehát ugye nem is fel is a bölcsödéseket, se az óvodásokat sem. Kérdeztem, hogy hát tudja a gyermek a nevét, aztán nem biztos mondott egy nevet, amit ő el is mondott nekem, ezt a nevet. Mondtam meg, hogy ilyen nevű gyermekünk nincsen, tehát ilyen nevű gyerekünk nekünk nincsen. Mondja, hogy ismeri a gyerekeket? Hát mondom, igen, ismerem, ilyen nevű gyerekünk nincs. Azt mondja, nem baj, azt mondja, megtenni nekem, hogy azért segít nekem, azt mondja, itt állok lent a kapuban. Én ebből arra következtettem, laikus eszemmel, hogy ez a gyerek így, ja, itt van, ja, hogy, és hogy sírdok, állottam vele a kollégám. Én ebből arra következtem, hogy ez a gyerek ott van lent a kapuban, és hanyat homlap el akartam rohanni, fehér köpenyvel, indulja pulóverbe, papucsba. Melyek utána a kollégám mondta, hogy vegyek kabátot. Mondta, hogy is, hát minek kell, de erőszakra kellene, vagy rám betette a kabátját, ami utána azért már ez a legkisebb történet jó szolgálatot tett. Leértünk a kapuba, és valóban ott állt egy rendőrautó, aminek ment a villogó, de nem szirénázott, és izgatottan vártam, hogy lehet az a gyerek, mert hát azért az embernek ilyenkor minden pedagógusnak ez a rémálma. Tehát ez ennél nagyobb rémálma, 36 év után nem fog elképzelni, tehát az ember a legnagyobb rémálmába, és akkor nálunk ez nem fordulhat elő. Tehát és mondtam, hogy hol van a gyerek. Hát azt mondtam, hogy az egyes mellett. Mondom, mondta valóban, de mondom, hát azt hittem, hogy itt van, azt mondta, hogy jöjjek le megnézni. Mondja, hogy nem lehetett idehozni, hanem üljön be az autóba, és jöjjön oda, és segítsen nekem. Mert nem hozhatják el, mint utólag kiderült, ők nem hozhatják el, csak a szülő, az adott intézmény képviselője, amennyiben az intézmény megismeri, vihetével, vagy amennyiben ugye az intézmény sem tudja beazonosítani a gyermeket, akkor pedig a gyámik viheti el, tehát nem lehet elvonni a gyereket. Természetesen egy másik rendőr, illetve idegen valaki, akik ezt a bejelentést gyakorlatilag tették. Hát akkor egy pillanat alatt ugye teljesen rosszul lettem, és éppen jöttek föl egy másik csoport, tehát az óvodai csoportunkból egy másik csoport jött föl az úszásból, akiket többen kísérték, többek között a pedagógia asszisztens kolléganő is, akit megkértem, hogy gyere velem, mert nem tudtam, hogy milyen helyzet lesz ott. Egy pillanat alatt odaérkeztünk ugye a villogó autóval, és egy kisgyereket láttam messziről, aki háttal állt az országútnak, és idegen emberek álltak körülötte, oda vittem hozzá a gyerek által átvaló a szikokat, és mondtam, szia, hát te ki vagy? És hogy megismerte a gyerek a hangomat, vagy nem feltétlenül biztos, hogy megismerte a hangomat, mert mondom, nem én vagyok az ugonél, de nyilván valamilyen szinten ismerjük egymást. Felén fordult, abban a pillanatban rögtön megismertem a gyermeket, hogy ez a mi gyerekünk. Megkérdezte rendőr, hogy tudom a gyereknek a nevét, mondtam, hogy igen, tudom a szülőnek a nevét, mondtam, hogy tudom. Tudom-e, hogy hol dolgozik a szülő? Mondtam, az édesapát tudom konkrétan, hogy hol dolgozik, az édesanyában nem feltétlen vagyok biztos, de mondom, azonnal értesítenem fel az óvodavezető asszony, hogy jön erről. Abban a pillanatban, ahogy ott hallottam, hogy a rádión ez a rendőr rögtön intézkedett, és mondta, hogy az egyik óvodó megismerte a gyermeket, és intézkedett a szülőnek a tájékoztatásáról, tehát a szülőnek az értesítéséről. Illetve abban a pillanatban néhány percen belül megérkezett az óvodavezető asszony, aki hát teljesen összeomolva természetesen, valóban a gyereket időközben ott megvigasztaltunk, beszélgettünk vele, minden rendben lesz.
megjött az óvodavezető asszony, vették fel az adatainkat, és az óvodavezető asszony ugye a telefonján időközben értesített a polgármesterről, illetve időközben megérkezett az édesapa, aki velem nem váltott szót, hanem egyből oda ment az óvodavezető asszonyhoz, aki néhány centire állt tőlem. Ő egy nagyon rövid beszélgetést folytattak, aminek én tudom a tartalmát, ha gondolják, mennyiszerűen megmondom, nem annyira... Szinkább nem? Nem, meglehetősen higgadt volt, és tehát nem, én azt gondoltam, hogy ott agyon fog bennünket felni, de megmondom őszintén, nem tette ezt meg. Akkor ilyen szempontból az én szerepemben, tehát a mi szerepünk gyakorlatilag ott szinte azt kell mondanom, hogy befejeződött, felvették a szülőnek az adatait, aki hát ugye elmondta az adatait, felvették az adatait, és megkérték az édesapát, hogy a gyerek mutassa meg, hogy jött el az oldalból, akkor mindannyian visszamentünk az oldal udvarára. A gyermek megmutatta, hogy hol mászok ki a kerítés alatt egy résen, és akkor én visszamentem a csoportba, mert egy saját csoportom is van az időközben, mert már közben lezajlott az ebéd. Egy pillanat. Visszamentem a saját csoportomba, természetesen elkérték mindannyiunk adatait, tehát úgy, mint a pedagógia asszisztensét, úgy, mint az enyémet, úgy, mint az óvodavezetőjét, a szüleit. A szülő egyébként az udvarról, amilyen után ugye visszamentünk, a szülő a saját kocsijával hozta a gyermekét vissza. Én az óvodavezetővel mentem vissza az óvodavezető kocsijával, a rendőrök utánunk jöttek, ott mindent lefényképeztek, és az édesapa hazavitte a gyereket. Egyébként is a gyereknek le volt mondva a következő napja, mert másnap elutaztak. Azok ez a gyerek még nem jár óvodában, mert elutazott a család. Több napra elutaztak, ugye őszi szünet van, és ez egy betervezett utazás volt. Aznap elég sokáig ott voltak a rendőrök, mint mondtam, én a saját csoportomban voltam. Már utána kis csoportom van, tehát kis csoportot altattam, keltettem, stb. Azt tudom, hogy elkértek egy csomó dokumentumot, amit ott áttekintettek, a fényképezték, mert én másolták, stb. Ez volt szerdán. Csütörtökön, ugye az október 23-a előtt, ez egy múlt szerdáról beszélek, október 21-e, szerda 22-én csütörtökön egy fegyelmi tárgyalás, illetve nem tudom ennek, hogy egyszer azt mondja jobban, ennek a szerű belső vizsgálatot indítottunk el, ahol minden óvodapedagógus, illetve a pedagógiai asszisztens részt vett, ahol természetesen jegyzőként készült, ahol az óvodavezető asszony nyitotta meg, hogy mondjam el, hogy én hogy értesültem, most ugyanezt a történetet elmondtam, amit hát mindenki tudott már nyilvánvalóan, de ezt ugyanúgy elmondtam, hogy én azt hittem, hogy a kapuban van, stb. Ő is elmondta, mindenki elmondta, amit tudott, és megkérdezte az óvónőket, hogy mondják el az illetékes óvónők ezzel az esettel kapcsolatban, amit ők elmondták, amiről mondom, szintén jelzőkönyv készült, és aznap délután 3-kor éppen keltettem a csoportomat, amikor ismét megjelent másik 3 rendő, és ebben az ügyben jöttek, és az én szerepem ott abban az esetben annyi volt, ugye elbeszélgettek az óvodavezető asszonnyal, és engem pedig megkértek, hogy vezessem körbe őket az óvodai területen, két fényképezős rendőrhölgy volt ez. Ott végig ismételtem, végignézték a terepet, végignézték, mondták, milyen nagy az óvodának a területe, milyen nagy udvar, ilyen nagy, nem már, stb. Lényegtelen. Tehát meglepetten jó, hogy ilyen nagy udvarok vannak még címer, mert nem voltak igazából képe, hogy mi az iskola, melyik épület, micsoda. Tehát igazából talán idegennek ítéltem ők, mert hát, ahogy nem volt helyismeretük. Azóta ebben az ügyben tudomásom szerint egyéb nem történt. Az óvodavezető asszony a héten szabadságon van, én vagyok az óvodában, azóta megkeresés nem történt, ahogy az óvodavezető asszonyán megbeszéltük, a jegyzőkönyvet elküldtük a jegyzőasszonynak, illetve hát amit ebben az ügyben bármilyen dolog van, akkor amivel tudok, természetesen úgy a hatóságoknak, úgy a testületek, illetve mindenkinek természetesen a segítségére leszek. Köszönöm szépen a beszámolót, mert nem egyetlen egy gondolat ötlik fel, a gyerek a kerítés alatt mászott ki. Tehát nem gondatlanság, nem nyitott ajtó, a kerítés alatt létezik egy lyuk, ahol kifér egy gyerek. Nem. Erről azt kell tudni,
hogy az oda kerítése ugye meg volt csináltatva, viszont aki valamilyen szinten járatos, alig vagy aki, azért elég sokan, akik följárnak, tehát ha most azt veszem, hogy ugye megyünk fel az oldalba, mellettünk van a tornaterem és az iskola udvara. Erről a kerítésről beszélek, erről a kerítésről, jobb oldali kerítésről beszélek, tehát nem amit közben ment föl, nem a kis közkerítésre, hanem a másik. Itt egy csomószor előfordul, hogy labda és ilyen egyéb dolgok berepülnek az iskolások részéről. Nyilvánvalóan nem amikor az avadások ott vannak, hiszen ez zárva van. Tehát akkor, hogy ezt a labdát valahogy, vagy akármit, nem tudom, üdítős üveget, vagy bármi egyebet ki tudják, akkor ezek a gyerekek ezt körbúzogatják. Tehát ezt a lyukat nem úgy kell érteni, ezt a lyukat, hogy itt ki van vágyva a kerítés, hogy van egy nagy lyuk. Van egy nagy lyuk, ezt nem úgy kell várni, vagy nem, tehát nem így kell érteni, hanem valamilyen szinten, én ma is éppen még így jártam a karbantartóval A-tól Z-ig, föntről lentig az összes valamit, tehát gyakorlatilag ezen a részen itt a kerítés, hogy úgy mondjam, nem érne teljesen a talpazati, vagy nem tudom, földi, vagy nem tudom milyennek a szakmai része, mint ahol máshol ennyi van a föld meg a drótok között, itt meg egy nagyobb rés van, amit nyilvánvalóan. Bocsánat, akkor viszont azzal javaslatom, hogy mindenképpen gondoskodjunk arra, hogy az iskola és az óvoda között átjárhatatlan legyen a kerítés, mert ez folyamatos veszélyt jelent. A kicsik kimászhatnak, a nagyobb bemászhatnak, mindenféle problémát jelent. Műszakilag ezt nem tudtam, hogy ez létezik. El kell zárni úgy az óvodát, hogy onnan gyerek ki ne tudjon jönni, illetve senki ne tudjon oda a kerítésen keresztül bejutni. Köszönöm. Végig le kell, tehát a tornateremnél is végig, akkor végig kell úgy. Hát ezek szerint igen, mert életveszélyt okoz. És hogy került ki az átmászás után? Mert akkor az iskola területére kerül. Erről sajnos információ nincsenek, ezt megmondom őszintén, mert amikor utána mi már a gyerekkel nem beszéltünk. Tehát igazából azt nem tudom megmondani, hogy ment ki, vagy hol ment ki, tehát ezt erről nincs. Egészen más funkciója van a két területnek, tehát az iskola nyílt, az óvoda nem. Tehát ha az óvodák, a gyerekek biztonságára gondolunk, semmiképpen nem lehet megengedni, hogy onnan kijuthasson gyerek. Ezt nem tudtam. Köszönöm a szót, ez nem rémálom, ez borzasztó. Minden pedagógus, minden gyerekkel foglalkozó számára. És az a baj, hogy ilyen nincs felkészülve, jönnek a gyerekek, fölviszik, tehát nem is gondol arra, hogy van egy halott gyerek, hogy nem állítja a sorba, szerintem egy zárt dologból jön ki, zártan mennek, és meg itt például eltűnik egy gyerek, mert soha nem volt példa. A másik, hogy a gyerek létszám azért itt nem arról szól, hogy általános helyzetű gyerek, hogy több kell érve állni, oda kéne figyelni, hanem hát ez azért borzasztó, mert amikor az én lányom szervezett egy szökést, mint óvodás Szentendrén, és kiszüntette a gyerekeket az óvodából, ami is iszonyatos probléma volt, ugyanúgy a lefületét akkor is kint voltak a műúton. Amikor a szülők nem indítottak el, mert mondtam, hogy az én lányom ilyen, meg mindent magamra vállaltam azért, de így is életem megpecsődött az óvodások, tehát az óvodók sorsa. Azért én szóval várjuk meg a vizsgálat eredményét, köszönjük szépen a tájékoztatást. Én úgy gondolom, hogy mindenki, aki a vizsgálatban részt vesz, mély folytásra kérem arra, hogy még akkor is az ember a saját gyereke van. Tudom azt, hogy a 11-esen bármilyen pillanat előkötetik, tehát borzasztó a felelőtlenség vagy a felelősség, de itt egy ember teljesen tökről tudunk tenni, tehát olyan szinten tökről tudunk tenni, hogy kész és nem tudunk. Várjuk meg a vizsgálat eredményét, és vegyük tudomásul, de a képviselők nem intézek, nem inkvizitorok, hanem együtt vagyunk az óvoda vezetőjével, de mást nem tudunk tenni. Én legalábbis így gondolom. Tehát azt az ítéletet tudomásul fogjuk venni, amit hoznak. Úgyhogy erről szól a történet. Köszönjük szépen. Jó. Köszönjük szépen, nem akarjuk ezzel a nyakban maradni. Még egy kicsit maradjuk, jó? Jó, akkor szerintem kérdés, hogy akkor elfogadjuk erről a sajnálatos eseményről a tájékoztatást. A két igények van. Jó, és akkor most visszatérjük a most már állatot, a kérdés.
tájékoztatás a korábbi képviselőtestület határozatok végrehajtására. Forrás. Köszönöm szó. A végrehajtások, a maguk a testületi döntések 2015. szeptember 29-én születtek. Az első Leányfalu Nagykőség önkormányzatának képviselő testülete a 138/2015 számú határozatában úgy döntött, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj rendszer 2016 évi pályázati fordulójához. A csatlakozási nyilatkozatot annak aláírása követően a támogatás kezelő felé megküldtük, a pályázati felhívás az önkormányzat honlapján és az újságírás eltöntésre került, a pályázatok benyújtási határideje 2015. november 9. A képviselőtestület a 139/2015 számú határozatával a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi 57. törvény 44. cikkelyének Szívei 44-7 paragrafus alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységi részletes szabályairól szóló 455/2013 kormányrendelet szerint a közszolgáltató kiválasztása céljából meghívásos pályázatot hirdetett. A képviselő testület felhatalmazta a polgármestert a pályázat felhívásának legalább 3 a szolgáltatásra jogosult vállalkozás részére történő megküldésére a megadott határidőig 2 pályázat érkezett, melyekről a jelenlődésen fog majd dönteni a képviselőtestület. A képviselőtestület a 140/2015 számú határozatával Leányfalu Nagykőség önkormányzat, mint ajánlatkérő, a Leányfalu 2 kézépületének energetikai felújítása tárgyú meghívásos kötbeszerzési eljárásában nyertes ajánlattevőket hirdetett ki. Polgármester úr a vállalkozási szerződéseket az ajánlattevőkkel megkötötte, a kivitelezések elkezdődtek, és a napirend előtt egy kis beszámolót is hallottunk erről a munkáról. A képviselőtestület a 141/2015 számú határozatával az 1004-es számú Szent Anna cserkészcsapat kérelmét elvégben támogatta, és felkérte a cserkészcsapat vezetőjét, hogy készítsen egy költségbecslést a tervezett munkálatokról. A döntésről szóló kivonatot megküldtük a cserkészcsapat vezetőjének. A képviselőtestület a 142/2015 számú határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Leányfalu Nagykőség közigazgatási területén közvilágítás korszerűsítési beruházás megvalósítása és üzemeltetése feladatok ellátása a szükséges energia biztosításával című projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás megindításához a polgármester 3 ajánlatot kérjen a hasonló projektekben jártas közbeszerzési tanácsadóktól. Az árajánlatok bekérése megtörtént, melyet a képviselőtestület a mai ülésen hoz döntést. A képviselőtestület a 143/2015 számú határozatával Nagy Györgyné 2015. szeptember 9-én kelt 971/2015 számú kérelmét nem támogatta, a döntésről tájékoztatott a kérelmező. A képviselőtestület a 144/2015 számú határozatával az 1843 helyrajzi számú közterületet Gyöngyvirág közlek nevezte el. A kérelemben indult eljárás miatt a képviselőtestület az állampolgárok okmányai átírási költségeinek önkormányzat általi viseléséhez nem járult hozzá, az utcalép tábla elhelyezéséről gondoskodik, talán már meg is történt az elhelyezése. Már megrendeltük, így van. Ennyi volt, kérem szépen, hogyha nincs kérdés, akkor fogadjátok el a tájékoztatást. Akkor most, amiről már ugye András beszélt, döntés a közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtési elszállítására elhelyezésére a közszolgáltatáshoz szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Ugye a bizottság ezt is tárgyalt, hogy tulajdonképpen valamit, valószínűleg valamit,
hozzá. Feltétlen szeretnék a pénzügyi gazdasági és területfejlesztési bizottságon ezt elég alaposan átvettük. Ott megszületett egy döntés, ugyanis a pályázók közül az egyik pályázó nem teljesítette a határidőre a kívánt pályázati anyagot. Ennek megfelelően ő kizárásra került, azzal az indokkal, teljesen helyes indokkal, hogy nem tehetjük komolytalan magunkat, meg a testület, illetve a bizottság sem azzal, hogy a kiírt pályázatokat nem. Tehát kiírt pályázatoknál engedményeket tesz arra, hogy azt bárki utólag pótolja, vagy éppen abban módosítást tegyen, mert ez későbbi során adott esetben problémát jelenthet. Ennek megfelelően döntött a bizottság a nyertes pályázó személyéről. Már tudom, hogy van még valami esetünk. Köszönöm szépen. Akkor tulajdonképpen egyedül elmondta, hogy Bedő Kávéjével nyert, hogy nincs kérdés, akkor felolvasom a távolatot. Nagykor nagy községben van egy képviselőtestületek üdön, hogy a nem közügyben összegyűjtő folyékok feladik összegyűjtésére, elszállítására és általánmentes elérésére jogosult közszolgáltató kiválasztása. Érdekében kiért felre egy érkezett ajánlatok tevők közül, a nyertes ajánlattevőnek Bödő Károly egyébként állapkozott, 2015-ben Polizsimoto 168 szám, adószámot hirdeti ki. Erre egyet ért azt kérem. Jó, akkor 6 igen, tartózkodás, és egy tartózkodás mellett. Jó, és a képviselőnek el kell mondani, hogy a polgármester a főszolgálatban jó, hát akkor ez így van. Szóval akkor egy tartózkodás és 6 igen szavak mellett, akkor a közül készítjük a szerződést. Kis egyszerű szerződést fogunk írni. Jó, akkor most pedig ugye a határozat kell a rendeletről, ezt is tárgyalta a bizottság. Jó volt egy kiegészítés, és a 8-as pontban pedig úgy döntött a bizottság, hogy nem szükséges külön választani a jogi és a személyek közönnek a díjazását. Tehát mondjuk így szabás lesz a mindenféle fegyvízre. És még egy, ugye kiegészítésre került a igazgatós jogai és kötelezettségei, egy 4-es ponttal, mert azt írtuk elő, hogy számlával kell igazolni a minden esetben az elszállított mennyiséget. Az, aki a talajterhelési díjat mondjuk csökkenteni akarja, mert hogy felültetve szemhozik. Másképpen ez a rendelet ez ugye azért is volt szükséges, mert ezek köteleztek bennünket, és ugye a közszolgáltatónak a kijelölése az önkormányzatnak a feladata. Ugye itt egy érdekes kérdés merülhet fel, hogy ez a közszolgáltató szerződés, ugye ebben az egész faluban kötelező, tehát magyarul őt kell, hogy igénybe vegyék a faluba, nyilván sem korlátozza, így ezt ügyetlen voltás választásról is elhangzott. Akkor nem tudom, hogy van-e valamilyen kérdése. Akkor felolvasom a határozatot. Rányfő Nagyközségi Önkormányzata a vízgazgálatokhoz szóló 1995 évi 57-es törvény, 45-ös paragrafus 6-os bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatról szóló 2011 évi 189-es törvény 13-as paragrafus 1-es bekezdés 11-es pontjában meghatározott feladatkörvény eljárva további rendeletet tartozja. Itt az egész a szóló rendelet. Ki a rendelet elfogadásával egyetért, az 6 igen, tartózkodik, egy tartózkodással.
Így utólag tegyük hozzá, hogy ez a előleg, miután ilyen magas a talajterhelési díj, tulajdonképpen okafogyottá válik, hiszen embernek abszolút érdek, hogy rákösön. Tehát nagyon kevés ember lesz, aki mondjuk azért vesz igénybe ezt a szívpattást, mert hogy a csatornája van velem kötött rá. Akkor a következő. Elhelyezőnek közigazgatási közvilágítás korszerűsítésének a tulajdonképpen a közbeszerzőnek a kiválasztásáról szól, aki a közbeszerzőtést ki fogja írni. Ugye itt három árajánlat volt, a bizottság tárgyalta, és hát ő úgy döntött a bizottság, hogy javasolja a legolcsóbb ajánlattevőt. Nagy kockázatot nem vállalunk, hiszen itt a sikeresebb volt bonyolítás után fizetünk. Ebben olyan nagyon sürgető nincsen, tehát magyarul így nincs különösebb olyan határidő, amihez kötve vagyunk, tehát ha mondjuk ő nem felel meg, hogy kötelező vagy választó másik. Tehát nem mondanám, ha már ajánlatot, tehát hogy így lenne. Van-e valakinek valami kérdése? Nincs, akkor a határozat úgy szól, hogy látjuk, hogy nagyközségű kormányzat képviselőtestülete, látjuk, hogy nagyközség közigazgatási területén közvilágítás korszerűsítési, beruházás megvalósítással és üzemeltetési feladatok ellátása, a szükséges energiaiak biztosításával, a civil projekt megvalósításával, szükséges közbeszerzési eljárásra érkezett három ajánlat kérők közül, nyertes ajánlattevőnek, Komplex Perth Kft. 2040 Budaörs Haladjú 17 képviselő Perta Ferenc, az utcán ajánlattevőt érdekli ki. Képviselőtestület felhatalmazó posztmányának polgármestertől vállalkozási szerződés a nyertes vállalatterülön megkössön. Ezzel egyetért ezt felhatalmazó tenni. Köszönöm szépen, csak átlepő beleírhattuk volna, de mindenki tudja, hogy 420 ezer forint volt, hogy erről az ajánlat 10 forint. Van jó. Akkor a döntés a pénzügyi felügyelőbizottság, ugye néhány határozatot hoztunk, ez ugye még jóval előbb volt, ezt már az előző testületen is megijedtük volna, de hát nem volt annyira érdekes. Tehát én szükségesnek tartottam azt, hogy a termálfűtővel kapcsolatban ezeket a határozatokat megerősítsük, és tényleg testületi határozatok váljanak belőle. Addig csak ugye ajánlásnak tekintettük meg a bizottság. Javasolta ezt. Attila megnézte ezt, a jegyzőkönyvet látta, nem volt különösebb kifogása a határozatot, mert mondta, hogy a szöveget azt nagyon nehéz volt visszaadni szegény annának, tehát ilyen fogszakmai dolog volt benne, de azt mondta, hogy a határozatot megtettek, tehát nagyon nem volt olyan kifogása. Zoli, akarsz-e valamit mondani? Nincs benne. Tehát akkor ezt ugye egyébként végig kellene akkor mennünk, hogyha nincs különösebb hozzáterülő. Én megrendeltem, készen van a szakvélemény, nem láttam még, de készen van, tehát végzében olvastam, tehát akkor ezt, hogy megvan, akkor továbbítjuk a nektek is, és a felügyelőbizottságnak is, meg a bizottság minden tagja meg fogja kapni. Jó, és akkor lehet majd egy véleményt tartott, és a legközelebb bizottság gyűlésen mikor be fogjuk beszélni, hogy akkor a három, most már lehet mondani, vélemény közül melyiknek adunk hangot, hogy hogyan döntünk. Na. Tehát akkor... akkor a kezdeném akkor a legelején. Jó, bizottság, a bizottságnak is a 2015-2020 számú határozata felhatalmazta Loszmann János polgármester, hogy egy harmadik szakértőt kérjen fel annak megállapítására, hogy a lányzók felmerküljön, hogy szükséges-e a puffertár hordó elhelyezése, a kitermelt vízmennyiségbe érkezik-e a termálfűtő területére, és ha nem, hol fogja kapni. Szakértő költségét az önkormányzat a 2015 évi költségvetés terhére vállalja. A bizottság felkéri a termálfővezetőséget, hogy kezdje el a gáztalanító beruházás előkészítési tervezés ajánlatot. A bizottság javasolja,
hogy a legfeltelmet vízi számára, hogy a alsó víznél szeretessen fent, a fentés tűzolatilai gazdatolulat, hivatalos levélet kérjenek a termelkő kérdezés kapalátását. Ki ezzel egyetért a kérdezik. Következő, tehát a 101 bizottsági, 101 bizottsági határozat. Akkor a neki, hogy elfogadja rá a termelkedőt, hogy 2015. január, augusztus időszakról, tehát a Rotorszám bevétel, béleti díjak, hátlétok számára egyenek, szóló beszámolóját. Mivel egyetért az 11 hangot. Akkor a következő. Lányfoglalkozó kísérőnk képviselőtese az alábbi prioritásokat kéri figyelembe venni a lányfoglalkozó termelfüldő jövőbeli beruházásai kapcsán. Ugye itt felállítottunk egy ilyet, amit mi szeretnénk. Ügyhelyítésjavítás, játszókért felújítás, az öltözőben a gerszúló berendezés biztosítás, gyermekberendszer árnyékolása. Képviselőtestület felhatalmazza a Kuszor Attilát, hogy a lányfoglalkozó termelfüldő üzleti igazgatóját, a tagrangja kentek alapján készítse el, vagy készítesse el a beruházási tervet, és kérjen a jogállapokra a tárajánlatokat. Ez egyetért az egyik igen egy hangban. A következő, lányfoglalkozó községében képviselőtese felkéri Cintor Attilát, lányfoglalkozó termelfüldő igazgatóját arra, hogy vizsgáljuk meg a belültető rendszer visszaélés mentesítésének lehetőségét. Ez lehet a régi rendszer javítása, új belépető rendszer létesítése is. Ezzel kapcsolatban kérjetek ajánlatokat. Ezzel egyetért a két évvel egy hangot. Az utolsó, tehát a nagyközségből a képviselő úgy tönt, hogy amennyiben 2016. április 30-án napján a OP vízilabda egyesület nem tudja a medence porszívót beszerezni, illetve a meglévő porszívót nem sikerül kijavítani, hogy abban az esetben látszolgálmás idő szerezzen be egy medence porszívót. Kérdez, egyetért ezt kell. Két, igen, egy hangot. Akkor mondtam, azt mondtam, hogy akkor az ajánlat az meg lesz. Még egy a kópi szerződés a tilakos szabadságomban. Én kérdeztem tőle, amikor a múlt héten, hogy hogy áll a novemberre járó szerződéssel. Ugye ketten voltatok a szerződői bizottságnak a ülésen, a felügyi... Ez akkor nem jön, tényleg jó. Hát a András itt volt, ketten itt volt, akkor is igaz. A felügyelő bizottság sem javasolta ennek a szerződésnek amit ők benyújtottak az elfogadását, tehát az elfogadhatatlan kifélte. Nem mentünk bele szerintem, de mentünk. Szerencsére mi abban maradtunk, hogy bizonyosan is az volt a véleménye, hogy újat kell készíteni. Kérdeztem az Attilát, hogy hogy állnak. Ők megkapta a felhatalmazást, hogy ezt tárgyaljon is kell ilyen csinálni a kópisokkal, azt mondta, hogy már többször voltak nála. Azt mondta, hogy jövünk héten, hogy még átküldi, de nem értelek meg. Tehát valószínűleg, hát gyilkolják egymást a eséllyel ebben a díjban. Ha nincs még szerződés tervezés, és alapilagon a mindig szabin van, kevés időt lesz, ha meg akarjuk csinálni, ugye, mert 15-én végére van, mint megvan a szerződés tervezet, mindenki meg fogja kapni. Meglátjuk, hogy így sikerül összehozni. A felügyelőbizottság elmondta a véleményét, ugye azokat, mint amit mi elmondtunk. Tehát plusz tervet nem kívánunk vállalni, kizárólag is meg akarjuk szüntetni, mert mindenki tudja, hogy mit szeretnénk, és hogy max. Két év. És a kismeretre pedig azonnal a régi szerződés alapján számol rá. Tehát ezek a fontos feltételek, amelyek egyik sem szerepelt a Kópénak a kerületében. Ezen le is lett író Attila jegyzetet, belekerült a felügyelőzős jegyzőkönyvébe is ezek a fontos, hogy ezek a bizottságok. Igen. Most nem tudom, hogy gyerekek küldözgetik egy írtam, hogy nincs különösebb bajom vele, aztán utána majd megkérdezem, hogy tényleg véglegesen. Jó, hogy tényleg véglegesen, mert mindenki jött hozzá, most aztán, hogy már mindenki zuhallott, de azt tényleg tudom. Azt tudom, hogy én azt mondtam, hogy jó nekem itt. Mert úgy jól, hogy kalálj jó. Nem. Jó, akkor ennyi a termálfüldőző kapcsolódó. És akkor tulajdonképpen a nem, hát az anyagkönyvi esetben az még benne van. Még van egy. Még van egy.
javaslat az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályára jövő szó. Mert én nekem nagyon régen neki nyugtatnak. Jó, mert igen, polgárstanak. De mi magam ezt is. Igen, mi már azt kaptátok meg. Ez a parányi. Köszönjük. Ez valami ezt úgy zövőben volt. De elmondom. Jó. Hát amilyen kivettük, hogy a kívánsterünk, és kijelöltük az iskolát. Igen, én magam a jó, hát ezt tudják, hogy van elhangzott a bizonyság, hogy emélyek van erre szükség. Hát módosítjuk ezt a rendeletet. Az anyakönyvön egyébként vannak problémáink most, mert az az ilyen viszontlátásra. Az ilyen 3 hete szabíval megtudta ezt az eseményt, már utána én sejtettem, hogy sokat nem fogjuk az idén látni őket, úgyhogy ma kellett hívnunk a könyvvezetőt, Tahiból, aki volt két halálesetünk. Két halálos egy születés kellett anyakönyvezni, és ilyenkor helyettesítő anyakönyvezetőt kell kérni, mert nincs végzett anyakönyvezető másodhivatalban, és az anyakönyvi felügyelő tájékoztatott reggel, hogy akkor. Tehát én úgy gondoltam, hogy Szentendrén most már a legnagyobb anyakönyvben ezt nem tudják oldani, de még kiderült, ez a két esemény az, amit helyben kell anyakönyvezni. A születés és a halál. Az összes többit azt meg tudják máshol is oldani. Hát most több iskrémivel kapunk egy statisztikát, ez azt jelenti, hogy 3 hete nincs, 3 hét alatt ez a 3 eset. Az lehetem, ezt körül tekinthetjük egy átlagnak. Ez túl sok eset nincs. Igen, hagyaték lesz. De hát azt meg nem a anyakönyvezető csinálja, hanem azt az autósok csinálja. Nem. Az most a gyerek csinálja. Adó is érték bizonyítvány csinálnak belőle az autósok. Igen. Minden anyakönyvezető tudja, hogy ez vár rájuk. Szerintem sajnos ugyanúgy fog történni, mint a 2013-os események, hogy majd, vagy akár a tavalyi, amikor elvitték a hatásköröket, ott decemberben lett hirtelen gyorsítva az eljárás. Állítólag részletszabályokon megy a vita, konkrétan ingóságok, helyhasználat, de mindenképpen számítanunk kell arra, hogy a járási hivatal fogja ezt a feladatkört is ellátni. Az idő az a kérdés, hogy most január 1-re már ezt elő tudják meg készíteni. Innentől kezdve, nem, mi is csak, én a nyári törvénytervezetet láttam a bázárjárásügyelentést, ezt persze. Jó. Na, hogy egy kis tájékoztatás is elhangzott anyakönyv helyzetéről. Tudjuk, hogy az iskolában akartuk ugye átvinni, vagy oda kettük át az anyakönyvóvisnak, vagy hát a házasnak ötéseket felé. Akkor van-e valami kérdés? Sőt, mondom, hogy látom, hogy is írva egy képviselő testület, Magyarország alaptörvénye 32-es, így 2-es meghatározott feladatkörvényel eljárás, anyakönyvi eljáráshoz szóló 2010 évi Római 1-es törvény 96-os paragrafusnak foglaltak fel hatalmazás alapján az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályához szóló 22-nek 2012 9-ig a 13-as önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja. Sokkal olvastátok. Egyetértve módosításhoz kérelmény felett. Jó, akkor én szól lehetem. Jó, még egy dolog, de tudtam, hogy így lesz, bár így nem elottalom az ötösöm, vagy ötös adottom, hogy ugye megint van november végén, hogy adó rendeletet kellene alkotni.
jól emlékszem, így különösen szakállói barátomat nagyon fogadkozott annak idején, hogy egy nagyon gondol rendesen fogunk csinálni, mert akkor bőven lesz időnk most egy évig. Na, most adott esetre adottam erről semmi. Ezt a pénzügyi kellett volna elmondanom. Megérkezett egy cedél, a külön ki fogja mindenkinek üdvözleni, abban benne vannak az adó mértékek, hogy mit engedi ez a magyar állam. Ez nagyon bő határ. Kérem, hogy gondolkodjatok el, hogy mi legyen, amire már gondoltunk, ugye ebben igaza volt, hogy ez elég méltánytalan az, hogy mondjuk aki egy évben nem fizette meg az adóját, akkor annak következően ne kapjon. Tehát én azt gondolom, hogy ott legfeljebb a későbbi kamatot szabhatnánk rá. És el kéne gondolkodni, hogy én mindenféle népszerűtlen intézkedést is felvállalva, hogy kicsit közelíteném, tehát magyarul a kedvezményi csökkentenik az állandó lakosoknak. Gondolkodjatok el rajta, valamit kell csinálnunk. Tényleg évek óta nem volt, és még a terekadó, ami nagyon alacsony. Tehát itt 500 forint, vagy akkor 300 forint lenne, nem 40 forint. Tehát terekadó. És még egy, ami lehetne gondolkodni, és ezt ki kéne találni, hogy vannak nagyon nagy telkek, amik pici árak vannak, és ugye ebből pedig kulikító van rajta, annak az alapterület alapján számolódik ugye az adó. Tehát, hogy valamit úgy belemondni, hogy a nagy telkek, miért bizonyos telek nagyság fölött, akkor ott lenne telekadó is, esetleg is lenne házadó. Tehát itt egy ilyen kívülási lehetőség. Ki most? Tehát, ha úgy akarjátok, nem én fogom eldönteni, akkor úgy lehet hagyni, hogy van. Csak az összegű tudomású, hogy nem vagyunk ennyi helyzetben. Tehát azért, ha valamit akarunk csinálni, nem is nagyon, de valami kellene. És gondolkodni kéne rajta. Javaslatok kellene. És még egy megjegyzés. Van olyan vélemény is, hogy engedjük el. De én azért az ellenkezőjéről beszélek. Olyan szintű kedvezményeket adunk a jobb követő leányfalusiaknak, amely voltak éppen akár indokolja is, hogy módosítsuk az adórendeletet, különös tekintettel arra, hogy jogkör elvonásoktól, támogatás elvonásoktól, stb. Szenvednek az önkormányzatok, feladataink vannak, de kötelességeink vannak, de erre fedezet nincs. Továbbá csak úgy megjegyzem, hogy nem tudjuk soha, hogy melyik ujjunkat harapjuk meg. Tekintettel arra, hogy tudjátok ti is, hogy az önkormányzat összigetelése és a felújítási munkálatok is mekkora fortyogás idéztek elő a faluban különböző rossz indulatú egyének részéről. Minden utána teljes támogatást. Kérem, ezt november végén ezt tárgyalunk. Mindegy, amit már egyszer a testület döntött róla, hogy azoknak, akiknek akadálymentesítenie kell a házát, hogy valamit van jó kedvezményt, vagy valami segítséget az adórendeletben, erre az egy-egy esetre majd alkalmazni fog. Én emlékszem ilyen, de vissza tudom keresni ezt a döntést. Most vagy bizottság, vagy testületi döntés volt, mert két ilyen kérelmező is volt az elmúlt egy évben, akinek akadálymentesítenie kellett, és akkor te volt ilyen javaslat, hogy esetleg nekik adókedvezményt lehetne adni. Ezt értünk az orvosnak a... Igen, orvosnak is. ...adókedvezményéről lehetne egy kicsit növelni a helyi védettségnek az adójának a mérséklését, tehát lehetne ilyeneket. Jó, persze egyrészt az adórendeletünket valamilyen módon megpróbáltuk összehangolni az elvárt költségvetésünkkel is. Tehát most nyilván tudnunk kell azt, hogy mik lettek, tehát azok az elvonások, amik már jövőre nem, tehát azok a támogatások, amik már jövőre nem lesznek, elvonása alakultak, azoknak a kompenzálása is egy fontos dolog. Én szeretném, hogyha ez az adórendeletünk, de valahogy úgy próbálnánk meg, hogy vagy technikailag oldjuk meg, de hogy akiknek jár adókedvezmény, mert van egy rendeletünk, akkor azok, nyilván nem tudom, hogy nem rakják ki bele az adórendeletbe, mert abban nem lehet
az csak kérelemre lehet kedvezményt adni, vagy hogy van? Kérelemre. Kérelemre is, tehát van például, ami egyenlőságot kérelemre gyakorolja, de vannak olyanok, amelyek rendelet tisztítanak, vegyes, igen, hoppá. Tehát én azt gondolom, hogy például, hogyha most itt a helyi építési szabályzat újragondolásánál a védett épületeknél legyen meg, gyakorlatilag automatikusan, hiszen hogyha ráteszik a védelmet, akkor ez legyen egy automatikus védelem. Ugyanígy ez az akadálymentesítéssel kapcsolatosan is, tehát aki ezt tudja bizonyítani, annál tudjunk ezzel segíteni, mert még hogyha nagyon nem is kompenzálja a teljes összeget, hogy valaki ezt megcsinálja magának, az ha már, tehát ez azért lenne fontos ugyanígy erre vonatkozóan is, mint a védett házra is, mert egyébként meg nem támogatjuk. Tehát mint adott esetben más önkormányzatok, hogy segítik a homlokzatfelújításokba, vagy bármibe meghatározott összegig, igaz, hogy akkor viszont mondja meg a főépítésszel párban, hogy na, akkor ha csinálsz homlokzat utcafronti homlokzatfelújítás, akkor az hogy is nézzen ki. Na hát persze. De miért nem adunk? Tehát mi nem adunk támogatást, mert ha támogatunk, akkor követelhetünk. A védelemre rajta van egy épületen, akkor legalább annyit tegyünk meg, hogy ez valamilyen módon egy legyen automatikus. Ezt nyilván ki lehet számolni, hogy ez mekkora költést jelent adott esetben. Aztán az nagyon fontos, hogy azt lássuk, hogy a költségvetésünkről ezt hogyan tudjuk összehozni, mert az idén így csináltunk adórendeletet, hogy gyakorlatilag kiegészítettük az igényt. Az igényhez szabtuk az adórendeletünket, tehát nem a tervekhez szabtuk az adórendeletünket, hanem a meglévő igényhez. Köszönöm, ezt kigyűjtjük. Akkor te fogod akkor megkapni ezt a papírt, hogy átküldjük, szóval minden tudósági tekészítjük. Jó, és hogy kísérő legyen, hogy végül ebben alapján mindenki törje az agyát, hogy itt javaslós, remélem, hogy dénes különös tekintettel. Én annyit szerettem volna csak hozzátenni, hogy pont az ott lett volna kérdésem, hogy azért az a sarok számokat ugye még nem ismertek, nem lesznek ismertek előttünk. Nem tudjuk, hogy milyen állami támogatások folynak be, mi az, amit esetleg megint megkurtítanak. Úgyhogy így azért elég nehéz lesz majd rászállni magunkat arra, hogy az adórendeletet merre mozdítsuk el, hogy valóban nem feltétlen csak a költségvetésünkre szabjunk rá, hogy az fedezze az adóbevételet, fedezik a költségvetést, hanem esetlegesen ugye ebből fejlesztésekre is jusson. Én pedig függetlenül egy kérdést tennék fel neked, mert hogy homlokzatfelújításról beszéltél, de az építési engedélykötelés. Igaz, hogy az építés hatóságot elvitték, de település fejlesztési hozzájárulást adnunk kell. Tehát erre én lehet, hogy félreértettelek, arra nem adnék kedvezményt az akadálymentesítésre mindenképpen, a védettségre mindenképpen, de hogyha valaki felújít... A védett épületekkel kapcsolatban, ja, a védettségről beszél. Csak a védett épületek. Védett épületek. Köszönjük, hogy zárt. Jó, köszönjük.